Hét nap, hét helyszín, hét koncert, ezzel a szlogennel ismét jelentkezik az Emberi Hang Fesztivál, amelynek az egyik motorja, kitalálója, megálmodója, szervezője és szereplője, Lakatos György, a Romano Glasso művészeti vezetője. Másodszor lesz ez a rendezvény, vagy sokadszor, csak majd a tavalyi megmaradt, mert a Covid idején is koncerteztek. Ezzel a címmel valóban ez a második csak, de egyébként az előző években is tartottunk hasonló jellegű programokat, csak most adtunk neki egy ilyen különleges és jó címet. Tavaly emlékszem, hogy azt mondom, hogy még a karanténos helyzet volt érvényben, nem nagyon lehetett élőben koncerteket tartani, de már akkor vállalkoztatok erre a, hát mondhatni, fesztiválra, hiszen minden napra jutott valamilyen koncert különböző helyszíneken. Idén más lesz egy kicsit, mintha szabadabb lenne most a légkör. Az elmúlt évben ugye csak 50 főig lehetett megszervezni a rendezvényeket, idén már 500 fővel lehet megszervezni, ez óriási dolog. Habár egyébként szigorú szabályok mellett lehet, mert a közönség ugye csak kártyával jöhet a rendezvényekre, illetve szájmaszkot kell viselni. De egyébként hasonlít az elmúlt évre a rendezvény, abban, hogy nagyon jó hangulat lesz, de mellé tettünk különböző kísérő programokat, főleg gyerekprogramokat, tehát lesz táncház, kézműves foglalkozás, zsibvásár, de lesz egy javasasszony is, aki jósolni fog tenyérből és kártyából, illetve hívtunk meg minden egyes napra egy-egy vendégelőadót, popzenészt, cigány népzenei előadót, magyar népzenei csoportot, tehát így fog felépülni nagyjából a program. Azért a javasasszonynál álljunk meg egy pillanatra, mert ugye azt tartja a közvélekedés, hogy a cigányasszonyok remekül jósolnak tenyérből, vagy bármiből, kávézacból, de hogy ő nem cigány származású. Én úgy tudom, hogy nem cigány származású, habár nem kérdeztem meg tőle, de úgy, amikor elkezdtünk nyomozni, hogy kit hívjunk meg, vagy ki jön el, akkor azt az infót kaptam, hogy nem cigány. De teljesen mindegy, az a lényeg, hogy jót jósoljon, és jól jósoljon, és legyen tisztába a cigány kultúrával, mert ez rendkívül fontos része ennek a programnak. Kik lesznek a pop szakmának az ismert szereplői, akik eljönnek vendégeskedni? Két nevet mondok csak, és tényleg nagyon kiemelkedő emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ők teljesen ingyen és önként vállalták azt, hogy jönnek és részt vesznek ebben a programban. Az egyik Müller Péter Sziámi, aki tényleg egy kiváló ember és kiváló előadó művész, a másik pedig nem más, mint Gerendás Péter. De ezen kívül itt lesz a Karaván Família, Farkas Zsolt és a Kamoró Együttes, a Fricska Együttes, ők magyar népzenét fognak játszani, és Szomora Zsolt és barátai, ők pedig világzenét fognak előadni, világslágereket hegedűn. A Romano Glasso adja gerincét a programnak? Tehát a tietek lesz a fő koncert, amihez csatlakoznak az ismertebb emberek, illetve előtte, utána a kísérő programok? Minden nap a Romano Glasso együttes is természetesen előadást fog tartani. Mi fogjuk zárni minden nap a napot, a koncertet. De lesznek olyan programok is, olyan előadások, amikor közösen fogunk a meghívott előadókkal zenélni, és ami rendkívül fontos, hogy a Budaörsi Népzene Tanodának a kisdiákja is minden nap fel fognak lépni. Minden nap hány órakor, hova gyülekezzen a közönség? Minden nap 17 óra körül fogunk kezdeni, azért mondom, hogy 17 óra körül, mert lesz olyan nap, amikor csak 18 órakor tudunk kezdeni. Ilyen lesz az első nap hétfőn, amikor a Budaörsi Városháza előtt fogunk koncertet tartani, ott csak 18 órakor tudunk kezdeni. Másnap a Kálvária téren leszünk, ott már 17 órától leszünk. Harmadik nap a Lévai utcai lakótelepen leszünk, szintén 17 órától. Tizedikén a Templom téren leszünk, 17 órától. 11-én a Zicsi Majorban, szintén 17 órától, 12-én szombaton a Posztárton leszünk 18 órától, és az utolsó napon pedig vasárnap szintén 17 órától leszünk a Budaörsi Történeti Kiállítás udvarán, mi csak úgy hívjuk, hogy Múzeum Kert. Nagyjából el lehet képzelni ezeket a helyszíneket, aki járt ezeken, több is körülhatárolt, de mi van azokkal a helyszínekkel, ahol nincs kerítést? Tehát ott nehéz azért védettségi kártyát felmutatni, illetve kérni személyigazolvánnyal, hogy ki védett, ki nem, ki mehet be, ki nem.
Ezt hogy oldjátok meg, illetve a ti feladatotok-e a közrendvédelme, illetve hát az ellenőrzés? Mindenképpen azoknak a feladata a közrendvédelme, illetve felhívni a közönségnek a figyelmét a szájmaszk és minden más korlátozás vagy szabályozásnak a betartására, akik szervezik, tehát tulajdonképpen nekünk a Románok László Együttesnek a feladata. Természetesen ki fogjuk írni lapokra, molinóra, mindenféle dologra, hogy milyen szabályozások vannak, illetve felhívjuk a közönség figyelmét körülhatárolni, nem fogunk semmit, nem is szabad egyébként, hiszen nem aki az utcáról nézi, vagy egy térről nézi, nem tilthatjuk el egy ilyen rendezvényről. Ez 500 fő, akkor hogy érhető tetten, hogy 501. kicsoda? Igen, nem zárt térben vagyunk, ugye, tehát kint vagyunk a szabadban, úgy meg fogjuk becsülni nagyjából, hogy hányan vagyunk, de szabályozni természetesen, tehát számolni nem fogjuk egyesével, hogy hányan vagyunk. Bízunk benne, hogy ezt a létszámot idézőjelben mondom, hogy bízunk benne, hogy nem fogjuk túllépni. Természetesen egy ilyen rendezvénynél mindig az a jó, ha minél többen vagyunk, de szerintem egy 500 főt biztosan tudunk vállalni, hogy ennyien leszünk, és ezt nem fogjuk túllépni. Hozzáteszem, hogy ha jól tudom, akkor most hétfő óta már nem kötelező közterületen a szájmaszk. Ez furcsa, mert hogy közterület, de mégis rendezvény. Rendezvényen kötelező, közterületen nem. Úgyhogy mit lehet tenni, hogy valaki maszk nélkül élvezi a zenéteket? Mi is úgy gondoljuk, ez egy fajta diszonancia, mert hogyha közterületen nem kötelező, akkor egy közterületen megszerveződő koncerten miért kötelező, de természetesen nem fogunk senkivel sem vitatkozni, vitázni. Megpróbáljuk betartani a szabályokat, arra ösztönözzük a résztvevőket is, de aki távol van a koncerttől, az előadás helyétől, vagy olyan helyen van, ahol nincsen felügyeletünk, mert ugye lehet nézni ablakokból, lehet nézni egészen messziről, vagy hallgatni a különféle dolgokat, azokra nem tudunk hatással lenni, őket csak szépen megkérjük, hogy viseljék a maszkot. Mi az üzenete ennek a rendezvénynek? Ugye Emberi Hang Fesztivál, ez elég sokat mondó, főleg a Románok László viszi a programot, ti hívtátok a meghívott vendégeket is. Szóval mi az üzenete? Mi lenne a jó túl azon, hogy emberek újra élőben zenét hallgatnak, néznek, táncolnak? Mi lehet a plusz hozadéka ennek a rendezvénysorozatnak? Az egyik legfontosabb dolog, hogy az embereket kimozdítsuk otthonról, ugye? Tehát nem lehetett eddig nagyon-nagyon járkálni, kulturális programokban részt venni. Mi azt szeretnénk, ha az emberek, a gyerekek, a fiatalok, mindenki elindulna is, és tényleg aktivizálná magát, és részt venne a kulturális életben. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, hiszen ha hallok azért olyan híreket a különféle média tartalmakat figyeljük és nézzük, hogy annak ellenére, hogy vannak rendezvények, a fiatalok többsége még mindig nem akar kimozdulni. Tehát egyfajta apátiában vannak az emberek, ebből szeretnénk őket kimozdítani. A másik rendkívül fontos dolog, hogy ugye ez a rendezvény, azt is mondhatnám, hogy egy multikulturális rendezvény, hiszen cigányok, nem cigányok, popzenészek, folklorzenészek, fiatalok és idősebbek vesznek részt rajta. Tehát az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy igen, ilyen is van ma Magyarországon, és Budaörs ennek egy oázisa, egy különleges központja, ahol ilyen programok is megvalósulhatnak.